Az elődöntő, a bajnoki elődöntő második mérkőzés előtti héten szólt az elnök úr, hogy van egy ajánlatom Zalaegerszegről, és gondoljam át, hogy szeretném csinálni, majd utána, hogyha adok egy választ, akkor elkezdik a tárgyalásokat. Én átgondoltam, beszéltem a szüleimmel is, együtt elmondták ők is a véleményüket, de mondták, hogy ez egyértelműen az én döntésem, az én életem. És úgy döntöttem, hogy ez egy nagyon jó lépés lenne a karrieremben, egy fontos lépés, hogyha első osztályba tudnék játszani. És majd utána felvettem a kapcsolatot a menedzseremmel, és ő megegyezett a klubba. Nagyon nehéz így a búcsú számomra, hisz 8-9 évet töltöttem itt a klubnál. Itt tanultam meg focizni, itt segítettek mindenben, a nevelésben is, mindenben, ugye az akadémián nagyon jó nevelés zajlik, a foci szempontból pedig szerintem az országban ilyen lehetőségek nincsenek, mint itt, körülmények, minden szakemberek, tehát tökéletes ez itt a fejlődésre. Barátok, edzők, mindenki, akivel együtt úgymond felnőttem, az itt 8-9 év. Meg szeretném köszönni mindenkinek, hogy a mi munkát belém fektetett, a segítséget, és további sok sikert kívánok mindenkinek.